Húsvét alkalmából számos gyermekközpontú program zajlik a városban. A Turinform 60 és a 60-i Vadaspark közös tervezésében április 16-án szombaton 10 órakor édességvadászat veszi kezdetét a létesítmény területén. Emellett ügyességi feladatokkal és kvízjátékokkal várják az érdeklődőket. Lehetőség lesz a gyerekeknek kvízjátékra, valamint édességvadászatra, és ha otthon esetleg lesz idejük módjukban nál, egy általuk saját tojást otthon elkészítenek, és azt elhozzák a vadasparkba, ezt majd a vadaspark tojásfájára is el lehet helyezni. Emellett állatsimogatóban továbbra is biztosítva lesz a kiskecskék, és elsősorban nyuszik is lesznek helyezve az állatsimogatóba, valamint Zócse megével is etethetik a nyulakat és a kecskéket. Hozzátette, hogy a szervezett program 10 és 14 óra között zajlik majd, illetve húsvét alkalmából a Vadaspark április 15-e és 18-a között is várja a látogatókat. A Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumban is izgalmas programokkal várják a családosokat. A következő nagy esemény sorozatunk az húsvéthoz kapcsolódik, már egészen péntektől húsvét hétfőig rengeteg programmal várjuk a látogatóinkat. A kicsiknek húsvéti tojáskeresős kalandlappal, illetve számos kézműves foglalkozással, játékkal készülünk. Mindezek mellett a múzeumban egy kincskeresős játékra is invitálják az érdeklődőket, illetve a nagyobbak egy szabadulószobás játékban is részt vehetnek, melynek témája az 1971-es vadászati világkiállítás.